Isten hibája volt, látta az egészet, bármikor beavatkozhatott volna, de nem tette. Legalábbis ezt hittem hosszú ideig. A gyeplabda volt az életem, és mire 12 éves lettem, bekerültem a felnőtt csapatba. Abban az évben egy buliba mentem a csapattársaimmal, ahol találkoztam egy férfival, aki kedvesnek tűnt. Azt mondta, menjünk kicsit beszélgetni. Aztán hirtelen közeledni kezdett, megpróbált megcsókolni. Próbáltam eltolni magamtól, de agresszívabb lett, és végül megerőszakolt. Nem mondtam el senkinek, a szüleimnek sem. Mocskosnak éreztem magam, és szégyeltem. Azt hittem, hogy az én hibám volt. 12 évesen nem tudtam, hogyan mondjam el anyámnak, hogy ezt csináltam, mert mi lesz, ha nem engedi, hogy sportoljak, vagy hogy a többiekkel lógjak. Anyám keresztény volt, és beszélt nekem Istenről, de nekem úgy tűnt, hogy pont ő a hibás. Akkor már nagyon dühös voltam, az életem egy pontján már nem érdekelt az Isten, aki állítólag szeret, és meg akar védeni, így nem is volt vele saját kapcsolatom. Minden energiámat a sportba öltem, és próbáltam úgy tenni, mintha semmi sem történt volna. Mielőtt 13 lettem volna, egy 30-as férfi kezdett barátkozni velem. Olyan volt, mint egy idősebb báty, egy menő barát, azt akartam, hogy az élete része legyek. Amikor felfigyelt rám, újra különlegesnek éreztem magam, minden régi dolog feledésbe merült. Nem vettem észre, hogy neki más céljai voltak. Először drogot szállítottam neki, aztán, mikor egyszer elhagytam a cucc egy részét, belekényszerített a másik tevékenységébe, ami a szexkereskedelem volt. Azt mondta, modellkednem kell. Először ruhában, másnap már ruha nélkül, míg végül a harmadik napon már különböző férfiakkal kellett lefeküdnöm, és azt sem tudtam, hogy kerültem ebbe bele. A barátaival megtalálták a módját, hogy elrettentsenek attól, hogy a rendőrségre menjek. Bejöttek a házunkba, felvették a kisugaimat, akik akkor 6 hónaposak voltak, és fegyvert fogtak rájuk. Ez olyan félelmet okozott, hogy semmit sem mertem tenni. A fejem is totál káosz volt ekkorra, nem tudtam, hogy ebből az egészből mennyi az én hibám. Csapdában éreztem magam, de csináltam és reméltem, hogy valahogy egyszer csak minden visszazökken majd a régi kerékvágásba. Arra is kényszerítettek, hogy drogozzak, hogy könnyebben tudjanak kontrollálni. Kokaint kezdtek adni nekem, amit boldogan elfogadtam, mert gyorsan rájöttem, hogy elnyomja a fájdalmat. Aztán akaratom ellenére heroinnal lőttek be. Egy héten többször is eladtak, és senki sem vette észre. Mindig elmentem iskolába, otthon meg a szüleim házassága kezdett szétesni, és azzal voltak elfoglalva, hogy a 4 kisebb testvéremet neveljék. Azt hitték, hogy teljesen az álmomra koncentrálok, hogy profi gyeplabdás legyek. Ezen vezettem le mindent, ami csak gyűlt bennem. Ez volt a lételemem, és a vigaszom is. 6 évig voltam szexrabszolga, és nem láttam kiutat. Emlékszem arra, amikor nagyon kiáltottam Istenhez, elkeseredett és reménytelen időkre, hogy csak vigyél ki innen, ha tényleg létezel, ha tényleg szeretsz, miért teszed ezt velem? Amikor 18 éves lettem, a futtatóim hírt kaptak egy razziáról, és bepánikoltak. Emlékszem, hirtelen felkapcsolták a villanyt, kiabáltak, valaki kirángatott az ágyból, és egy kocsi hátuljába lökött. Aztán kidobott a házunk előtt, és azt mondta, ha valakinek elmondom ezt, mindig tudni fogják, hol van a családom, és hogy hol vagyok. Kikerültem a csapdából, de nem voltam szabad kicsit sem. A nemzetközi gyeplabda csapatban játszottam, de még mindig kokainfüggő voltam. Az előző 6 év traumája miatt olyan betegségem lett, amiben az elmém teljesen elszakadt a valóságtól. Semmire sem emlékszem ilyenkor, hogy ki vagyok, hol vagyok. Volt, hogy 50 kilométerre találtak meg otthonról, és senki sem tudta, mi csináljon velem. A pszichiátriai kezelés nem segített. Iszonyú dühös voltam, és hibáztatni akartam valakit. Hibáztattam a barátaimat, az embereket, hogy igazán észrevehették volna, és magamat is. Ezek mellett a legnagyobb bűnbak számomra Isten volt.
A következő pár évben kezdtem megnyílni a múltammal kapcsolatban olyanoknak, akikben megbíztam. Ezek közül többen keresztények voltak. Találkoztam olyanokkal, akik tele voltak örömmel, boldogok voltak oly mértékben, amilyet én soha nem tapasztaltam, és életemben először láttam, hogy lehet, hogy az élet több, mint amin én keresztül mentem, vagy ahogy most érzem magam. Amikor 22 éves voltam, egy keresztény családnál laktam, de mikor kiderült, hogy drogozom, ultimátumot adtak, ami nagyon megrázott. Ha nem megyek el a Mercybe, kidobnak a házból. Szerintem ez volt a fordulópont, amikor meg kellett változtatni az életemet. A Mercy UK egy keresztény bentlakásos otthon az angliai Yorkshire-ben, ami krízishelyzetben levő nőknek segít újjáépíteni az életüket. Itt kezdtem el gyógyulni lelkileg és szellemileg is. Elolvastam egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Isten volna a hibás. Ekkor értettem meg, hogy Isten nem valami gonosz férfi a felhők felett, aki simán végignézte, ami velem történt, hanem együtt sírt velem, és a fájdalmam neki valószínűleg sokkal jobban fájt, mint nekem. A térdeimre estem, és sírni kezdtem, és bocsánatot kértem. Újra és újra bocsánatot kértem, amiért azt az Istent hibáztattam, aki ezen a világon mindennél jobban szeret engem. Valódi kapcsolatot kezdtem építeni Jézussal, és kezdtem megérteni, hogy kicsoda Isten. A következő 3,5 évben egy keresztény lelki gondozóhoz jártam, és megtanultam, hogy ki vagyok Krisztusban. Más emberként kezdtem elélni, olyanként, akit sosem adtak el, és nem bántalmaztak minden nap. Néhány évvel később, 2016-ban egy görögországi nyaraláson találkoztam Ryannel, aki az amerikai haditengerészet tisztje. Egy évvel később házasodtunk össze, és ma már békességem van, mert tudom, hogy Istennek mindig is megvolt a terve az életemmel. Elfogadott és teljes mértékben megbocsátott. Szabad vagyok, szeplő és hiba nélkül. Bármit is tettem, mindentől megtisztított.